Absztrakt dolgot mondok, ami egy nagyon letisztult forma, és belül varázslatos tüzek égnek. Nekem a Flóri, aki már megmondta akkor, aki elsőnek mert lépni. Aki csak a figyelmes tekintetével össze tudott hozni két embert. A bérbeli közművelő volt, ha én nekem lexikon címszót kellene írnom, akkor azt mondanám, hogy először nézzétek meg Kovács Flórián életrajzát. Bőbeszédű, rövid önéletrajz. A fordulat évében, 1948-ban Budapesten megszülettem. Karácsonyokra, dunaparti sétákra, az 56-os pincézésekre, mesére, rádiójátékokra emlékezem. Minden szóról lehetne valami fontosat, emlékezeteset írni. Ami most megállít, az egy olyan esemény, ami sokáig hatóan jelen volt az életemben. Apám a vasúttervezőnél dolgozott. Tőle származott az ötlet, hogy legyek én úttörő vasutas. Három ragyogó év, és utána még egy ráadás úttörő vezetőként. A mozgalmi dalok, a zakatolás, a kirándulások és a fegyelem, amit biztosan itt tanultam. Apám műszakinak mondható pályán dolgozott. Sokat tanultam tőle, főleg a sohasem unatkozó életet. Azt, hogy mindent meg lehet csinálni, amit magunk körül látunk, meg a jó ízlést, a képek az épületek szépségének, csúnyaságának miben létéről szóló tudományt, de inkább érzékenységet. Először közgazdásznak jelentkeztem, ide nem vettek föl, hát egy évre elmentem dolgozni. Szépen kerestem. Többet, jóval többet, mint amikor később népművelőként elhelyezkedtem. A műszerészkedés mellett visszajártam a gimibe irodalmi színpadot vezetni. Egy iskoladrámát próbáltam színre vinni, azt hiszem jól sikerült. Az egyik színészemmel szúrtuk ki a népművelés szakot Szombathelyen, a tanítóképzőben. Ez a képző a maga módján nagyon jó iskola volt. Már az első hónapban beindult a karrierem. Az új kollégiumba diák titkárt kerestek. Rám találtak a tanárok, mert egy évvel idősebb voltam a többieknél, és nem féltem, ha valamit csinálni kellett. Ezzel aztán a KISZ vezetőségbe is szépen beválogattak. Megállíthatatlanul robogtam a csúcs titkárság felé. Korán megtanultam a lent és fönt közötti életet, az egyensúlyozást hatalom és közösség viszonyában. Szinte egyetlen hallgatóként itt léptem be az MSZMP-be. És nagyon jól éreztem magam ebben a vidéki városban. Szinte semmit se tapasztaltam abból, ami a pesti világban történt, távoli és elkerülhető maradt. Közben összeleveleztük egymást volt főiskolás csoporttársnőmmel. A leszerelést házasság követte, aztán egy új dunántúli város, Zalaegerszeg. Több mint 20 évig éltem itt, egészen 1992 végéig. Először mozisnak szegődtem, mert éppen embert kerestek, és már jó régen érdekelt a film. Aztán a városhoz kerültem népművelési felügyelőnek. Három év múlva pedig, mert közben az egyetemen kiegészítő szakon államvizsgáztam, a város egyetlen diplomás szakembereként felkértek a megyei művelődési központ igazgatójának. Nagyon nagy dolog volt. 28 évesen a szakma élére jutottam. 1976 és 82 között az Zala-megyei Művelődési Központ igazgatója volt. Az épületben jelentős átalakítások után most a Hevesi Sándor Színház működik.
Ő annak a csoportnak volt tagja, amely a Magyar Művelődési Intézetben létezett, Beke Pál, Varga Tamás, Balipa Ferko és Vattai Dini. Ezek az emberek voltak azok, akik a faluház mozgalmat csináltak. Flóri egy másik típus volt, ő a városibb jellegű közművelődést csinálta. A Flóri legalább annyira karakteres népművelő, mint jó magam, meg akik ebben a társaságban, aztán a nyitott háza csapatban összeseregeltünk, összebarátkoztunk. Ő egyrészt Zalaegerszeget képviselte, másrészt ennek a kísérletnek volt egy szűkebb csapata, ami az idők során rostálódott, valahogy össze kollégiumnak neveztük ezt, 13-an, 14-en voltunk, és ő az egyik központi figurája volt a induláskor. Hát egy rokonszenves, nagyon rendes fiúnak láttam, aki nagyon ért az ilyen hivatali, ügyviteli dolgokba, amiben hóbortos népművelők nem biztos, hogy annyira szerettünk belekóstolni. 79-ben alakítjuk meg a Magyar Népművelők Egyesületét, ahol az elnökségben őt is beválasztják, meg engem is. Innentől kezdve tudunk egymásról. És akkor el kell mozgolódni a szakma, és a 70-es évek végén összejöttünk már ebbe bizonyos Makovec Beke Varga Tamás által életre hívott nyitott házas kollégiumba. Amilyen intenzívebb együttlétünk volt az, hogy Beke Palinak volt egy szokása, hogy a rendszerváltás előtt még, hogy elhatározta, hogy a apja szülőfalujában, Nagygalambfalvára összeszed mindig egy-két autónyi magyart, és elviszi. De ez már a Ceausescu rendszernek a végóráiban volt, tehát lehetett is menni, meg nem is. Lehetett is vinni, meg nem is. És az első ilyen úton az három autóval volt, Flórival, a Flóri is velünk tartott. A Becker rokonai megtervezték a Sütő Andrásra való találkozást Sikaszó fölött a hegyekben. Miután a Pali elmagyarázta, hogy amikor átmegyünk a határon, azt kell mondani, hogy kaját és magyar nyelvű irodalmat nem viszünk, másról, ha kérdeznek, feleljünk, és egymás után mentünk ilyen konvojszerűen az autókkal. Nem mentünk egybe, ne lássák, hogy egy brigád vagyunk. És kérlek szépen, átmegyünk, mint a Flóri az utolsó. Megy végig a határőr, mehet, és az utolsó kocsinál így. Megállt. Félreállítják őket, matatnak, kutatnak, megkérdezik tőle, hogy vissza valami tiltott anyagot, nem, néhány könyve. Néhány könyve? Na mutass be. Persze, hogy szétrámolták. Csavarhúzókkal és kombinált fogókkal fogtak hozzá az autójához. Szétszették az ajtót, amit akart. Mi meg már odaállt volt, és ilyen látcsővel néztük, hogy vetködnek le meg. Ez igen, mindenki ideges volt persze. Ez alatt Balipa Feri, hogy ne unatkozzon, elkért egy parasztolót, egy kaszát a határsába, és elkezdte kaszálni a román oldalt. Többieknek elterem a figyelmét, láttuk, hogy ott komoly baj van a Flóriékkal. Feriben volt mindig egy kis virtus, hogy bemutassa, csinált néhány mozdulatot, ez látszott, hogy nagyon szakszerű volt. Majd visszaadta, és azt mondta, a föld azé, aki megműveli. Az öreg vette a lapot, meglökte megint a lapot. Hova mennek? Hát mondom, a Hargitár, vigye el. Egy néhány négyszögeles húhincs van ott is. Közben a Flóriék átjöttek, eltettek tőlük minden szép irodalmat, amit itt még szerencse, hogy átengedt. De jó 2-3 órába tellett. Már a 70-es évek végén igazán nem is tudom, hogy kinek a gondolatából Zalaegerszege megindult egy olyan művészeti mozgalmi élet nyaranként, amelyik abban az időben főképp belsőépítészeket, építészeket, később aztán festőket és szobrászokat is igénybe vett, és ennek a támogató hivatali apparátusában kulcsszemély volt a Kovács Lórián, úgyis, mint az akkori város vezetésnek egy fontos és szakértő bizalmi embere. Igyekeztem mindent megtenni azért, hogy a pozícióm vitathatatlan legyen. Békéssé, normálissá igazítottam a házat. Bizony, sokszor kerültem olyan helyzetbe, amikor döntenem kellett munka vagy család. És nem döntöttem mindig jól. Akkor sem, amikor kijelöltek a párt főiskolára, nappalira, és én elfogadtam.
Három évig tartott, de közben megszűnt az intézmény, amit igazgattam, mert elkezdődött a színházzá való átépítése. Fel is kínálták, hogy legyek én az első igazgató, de mit tagadjam, a színházi emberek megfúrtak, és végül nem vállaltam a feladatot. Így lettem újra kultúrházigazgató a városnál. Ennél jobban nem is sikerülhetett volna az előrelépésem. Akár csúfos bukásnak is lehetett volna nevezni. Én mégis nagy örömmel fogtam a munkához, mert elkerültem a hivatalos forradalmár, az apparátusi ember státuszát, és újra közel kerültem az események a helyi társadalom mindennapjaihoz. Abban az időben, a 80-as években a zalaegerszegi városvezetés szocialista mi volt-e ellenére is az akkori körülményekhez képest toleráns volt. Amikor ugye ő művelődési ház igazgató volt, akkor támogatott bennünket abban, hogy a kiállításokat oda vihettük, és olyan kiállításokat is oda lehetett vinni, amit hát bizony a 80-as években nem minden város és nem minden polgármester szeretett olyan nagyon, mert hittek neki. Hogyha a Fróri azt mondta valamire, hogy ezt támogat, nem egészen, de ezt támogatni kell, mert ebből lehet valami, és ez nekünk hasznos, akkor azt megcsináltuk, megcsinálhattuk. Falnak fordítva volt az íróasztala, amivel ő szemben ült, és a tőle jobbra az íróasztal oldalánál volt egy szék, ami vele szemben volt, tehát gyakorlatilag a vele tárgyalót vagy beszélgető embert az íróasztal nem választott el tőle, hanem lehetne mondani, hogy egy oldalon voltunk beszélgetés közben. Én azt hiszem, hogy ez volt rá legjellemzőbb, hogy úgy tudta előadni a dolgokat, hogy azt, akinek előadta, itt most tanácselnöktől fogva bárkire gondolhatok, az magáénak érezte, és esetleg még azt is éreztette, hogy ő találta ki, és akkor mondta Fúrinak, hogy ezt meg kell csinálni. Így gördültek a dolgok előre. Szeptemberben, három éves építkezés után megnyitottuk a kézművesek házát. Egy fafaragók és képzőművészek, építészek által tervezett, kivitelezett közösségi házat. Az első igazán nagy akciónk a gépártítói nagy akció volt, ez 81-82 körül volt, amikor Floriánnak hát már élte a két gyereke, akiket én ölbe hordozgattam és dalikálgattam és doltam a kocsit, aztán később a Gergővel, a nagyobbik fiúval a gépártító hajóépítésében részt is vettünk. Amikor a gépárti házat építettük, nagyon sok tucatjával a kiváló népművészeknek, a város szakközépiskolájának, tanárainak, Müller Imrének és másoknak a részvételével. Flóri mindig ott volt, és minket nyáron az akciók mindig úgy vártak, hogy szerszám, ember, alkalom és lehetőség mindig rendelkezésre állt. Ő volt az, aki 10 éven keresztül ezt a nagy közösséget azért próbálta összefogni, és minden házépítő táborba elhozni a régi építőket. Nem csak a házat építette ez a nagy közösség, hanem a környezetét is. Izgalmas szakmai és emberi barátságok születtek ezekből a találkozásokból. Úgy tudom összegezni, hogy ez a Florinak is nagy szívügye volt ez a ház. Emberi összefogásba egy fantasztikus példává vált. Gyakorlatilag a gyerekeink itt nőttek föl a nyári táborok ideje alatt, tehát ez mindenféleképpen az életünknek egy nagyon szép periódusa volt. Ebben az időben anyagot gyűjtöttem az egyetemi doktori dolgozatomhoz, amit a zalaegerszegi állandó színház születésének körülményeiről írtam. Ezt az írást 85. október 23-án védtem meg az ELTE-n. A színház ügyében kiderült, hogy ez a telepítés a megyei vezetők óvatos kérésére indult, a kezdeményezés ügyében azonban egyetlen helyi testület, megyei vagy városi tanács, de még pártbizottság sem döntött. '85-ből több nagyon komoly szakmai sikerről is számot adhatok. Tartottam egy előadást a helyi televíziózás, helyi média harmadik évezred küszöbén címmel, és az előadás után hátulról megérintette valaki a vállamat,
olyan kis finoman. És megfordultam, és hát ott állt velem szemben egy jóvágású, magas úriember, és mondja nekem, hogy gratulálok az előadáshoz, de tudod-e, hogy én ki vagyok? És mondtam neki, hogy ne haragudj, de nem. És mondja, hogy én vagyok a Zalaegerszegi Televízió első igazgatója, és bemutatkozott nekem. Teljes egészében amatőr csapatként tevékenykedtek, a Városi Könyvtárban volt egy kis luk, és pedagógusok önkéntesen felvállalva a televíziózást, és boldogan nyilván meg lelkesen végezték ezt a munkát. Amikor én a Zalaegerszegi Televíziónál is próbáltam a régi időkre képanyagokat találni, akkor derült ki, hogy sajnos a kollégák az alakulástól, tehát a 85-től 89 végéig szinte az összes VHS kazettát nem eltüntették, hanem letörölték. Tehát azt mondták számomra, hogy sajnos az első adások sincsenek már meg, mert hogy annyira kevés volt a pénz, hogy újra kellett hasznosítani a nyersanyagot, újra kellett hasznosítani a kazettát, így aztán az első 15 év, mondhatjuk azt, gyakorlatilag nincs meg az archívumban, nincs dokumentálva. Műsorokat szerkesztettem, voltam bemondó, riporter, szóval mindent megtanultam, amit a helyi kommunikációs szakmához tudni kellett. Gyakorlatilag ők a magyar televíziózás megindulásának második évében már Zala megyében elindították a helyi televíziózást. Ez volt a televíziózásnak az őskorszaka. 88 májusában ott voltam a felező párt értekezleten, ahol óriásinak látszó változások születtek az MSZMP-ben. Volt főiskolás társam, akiből megyei első titkár lett, arra kért, hogy vállaljam el a központi ellenőrző bizottsági tagságot. Percekig gondolkodtam, szó nélkül. Talán egy kérdésem volt, aztán újabb hallgatás következett, végül azt mondtam, hogy rendben. ...1988 őszén kerültem munkakapcsolatba vele, amikor egy telefon után jelentkezett és érdeklődött, hogy részt vennék egy városi lap létrehozásába. Mert úgy gondolta, hogy egy demokratikus helyi közélet nem létezhet helyi televízió és helyi újság nélkül. 1988 végén, 89 elején már érezni lehetett az új idők szelét, tehát egyre jobban pörgött a közélet. Néhány hónapos előkészület után, aztán 89. április 27-én jelent meg az Egerszeg újság. Flóri volt a felelős kiadó, én pedig a felelős szerkesztő. Nem szabad elfelejteni, hogy 1989-et írtunk akkor, és egy évvel voltunk az első szabad választások előtt, úgyhogy szóval sok olyan dolog volt, amit nagyon sokan nem mertek volna felvállalni, nem tudom ezt finomabban kifejezni. Tulajdonképpen a rendszerváltók és az újság egyszerre nőtt fel. Nagyon törekedtünk arra, hogy minden irányzat, minden oldal, minden egyesületnek a véleménye, a közéletben elfoglalt szerepe valamilyen szinten megjelenjen a labba. Akkoriban a különböző politikai oldalaktól teljesen függetlenül mindenki egyetértett abba, hogy mi is ez a sajtószabadság. Lóri kitalálta, hogy minden héten egyszer egy presszóban tartsunk nyilvános szerkesztőbizottsági ülést, így bárki jöhet beszélgetni hozzánk. Flóri képes volt csitítani az egymásnak feszülő indulatokat. Szépen, halkan, értelmesen terelte a beszélgetéseket nagyon jó politikai érzékkel. A város első lapja eredeti formájában addig jelent meg, amíg az új 1990-ben felállt önkormányzat ki nem nyilvánította, hogy más formát szeretne. Azt reméltük, hogy az új testület, ahol minden második széken korábbi harcostárs ül, támogat majd minket, de mást választottak. ...1989. június 19. hétfő, déli krónika. Az országos sajtószolgálattól kaptuk a hírt,
hogy dr. Kovács Flórián, az MSZNP központi ellenőrző bizottságának tagja, nyílt levélben jelentette be, hogy ma kilép az MSZNP tagjainak sorából, és központi ellenőrző bizottság tagságától is megválik. Szerinte a párt folyamatosságának és egységének fenntartása egyenlő a magyar társadalom becsapásának kísérletével és az újrakezdésre kész emberek kalodába zárásával. Féltem, de megtettem. Ma is úgy gondolom, hogy helyesen döntöttem, főleg, hogy kilépve a nyilvánosság elé, mintegy vállaltam a vezeklést is. A Flórián nagy politikai meghasonlása, és ez abszolút személyes emlékem, 20 centire tőlem történt, ott voltunk Nagy Imre temetésén a Hősök terén, ugye hatalmas tömegben, végighallgattuk a beszédeket, és Flórián mellett elsírta magát, zokogott, ott vadidegenek között, akik nem értették, akik valószínűleg arra gondoltak, hogy fáj a hasa, vagy a feje, vagy valami baja van. És mikor üntök, akkor azt mondta, hogy szeretne eljönni hozzám, hogy nem akar hazamenni, szeretne eljönni hozzám, és akkor a Vércse utcai műterem lakásomba fölmentünk, és papírt, és ceruzát vagy tollat kért, és megírta a lemondó nyilatkozatát arról a párt funkcióról, amit akkor tisztességesen viselt. 89-ben nem gondoltuk, hogy ezt valaki leírja ilyen világosan, és hogy ez még nyomtatásban is meg fog jelenni. Az egy olyan volt, mint hogy egy ablakot nyitottak volna ki abba az áporodott büdös Kádár szagú világban, hogy valaki bocsánatot kért azért, hogy én egy követ fújtam ezekkel az emberekkel, és világosan leírta a Flórián, hogy mit akart, és miért tette ezt a dolgot. De, és azt mondta, azt írta, azt hiszem, az volt a vége, hogy nekem életem végéig ezért kell vezekelnem. És ott álltunk a Rumbassebestyén utcában az irodában, még most is fut rajta még a hideg, és azt mondtuk, hogy egy új világ fog kezdődni. Ez olyan erejű volt számomra, két ilyen nagyon erős dolog volt, amikor azt mondtam, hogy itt új világ fog kezdődni, amikor Posgai kimondta azt, hogy népfelkelés, nem ellenforradalom, hanem népfelkelés, és ez, amikor Flórián leírta azt, hogy életem végéig kell dolgoznom azon, hogy jóvá tegyem, hogy én ezekkel együtt összeálltam. Amikor ő ezt elvállalta valamikor, hát sok évvel előtte, meggyőződésem, hogy abban a hitben vállalta el, hogy jót tesz. És ez a Cinkosok között Néma című történet ekkor megérlelődött benne, és teljesen szakított ebből a világgal. És az ebből a világba szerzett pozitív tapasztalatait megpróbálta pozitívan érvényesíteni, és az ebből a világba szerzett negatív tapasztalatait megpróbálta kiírni az életéből. 90-ben a választások idején az utolsó rendszerváltó hónapokban igyekeztem pártatlan maradni. Különös helyzetben voltam. A helybéliek között mindenfelé voltak barátaim, jó pajtársaim, a pesti világban pedig szinte csak a jobboldaliak között. Sokak szerint áruló voltam, mert elhagytam azt az oldalt, amely fölnevelt, kinevelt. Másoknak pedig egy megégett, bizonytalan figura. Bőven akadtak persze olyanok is, akik gratuláltak, vagy ha ezt nem is tették, elismerték, hogy a nyilvános kilépéssel és azzal, hogy sehol sem kerestem menedéket vagy új szerepet, példát is mutattam. A szakmabeliek között bőven akadtak olyanok, akik egy túlhatalommal bíró egyénnek gondoltak, egy klasszikus kiskirálynak, akinek túl sok intézmény szervezet volt a birtokában. Mások pedig azért voltak zavarban, mert nyíltan beszéltem arról, hogy a művelődés vagy a művészet ügyeit az abban érdekelt közösség kezébe kell adni. A Flóri ezután a nyilatkozata után egy légüres térbe került. Arra emlékszem, hogy a Makohe címre mondta, hogy van egy ember Zalaegerszegen, nagyon jó fej, és be kell vonni, mert nincs munkája a szevillai munkába is. Ezek az ilyen puffa lemezek, azok így jönnek el. Igen, azok erre. Jellemző volt persze az Imrére, hogy az összes értelmes, normális, hazaszerető embert, ha rossz padba volt, próbálta segíteni, őt nem érdekelte a pártállás, minden, ezek a tulajdonságok voltak a fontosak, ezért tudott tanácselnökökkel is
együtt dolgozni, és a Flórit oda vette, hogy ő legyen tulajdonképpen az ilyen sajtófőnök, kiadványokkal foglalkozó ember, szóróanyagot készítő, egyáltalán, hogy ennek a ma marketing névvel jelzett tevékenységnek legyen valaki atya is. Flóri lett a Sevillának, és ő elképesztő profin vetette bele magát. Filmeket, riportfilmeket készített róla, a Sára Sándorékkal kijött forgatni, aki ügyelt arra, hogy a zeneművek azok hogyan fogadtatódjanak el, hogyan integrálódjanak ebbe a dologba, mi legyen a programja ennek az egésznek. Tulajdonképpen láthatatlan, mint egy nyirokkeringési rendszer, tehát amely nem egy nyilvánvaló vérkeringés és egyéb, hanem egy majdnem, hogy láthatatlan, de mégiscsak összetartó, az egészet egybe fogó rendszerként működött, szerényen, csendesen. Flóri volt az, aki nem volt. Van szerencsém bejelenteni, hogy a feladatot teljesítettem. Kovács Flórián! Magánzóként az első dolgom az volt, hogy megépítsem a saját kis hivatalomat. Ekkor dolgoztam először Nemes Kürtivel, szerkesztettem a könyvét, interjúját Makovecszel. Itt kezdődött sok éves együttműködésem Árendás Józseffel, Faragó Pistával. Milyen grafikus ismerőse van, csak én juthattam eszébe, és ezért fölkértek, hogy tervezzük meg a Faragó István kollégámmal a Sevillai világkiállításnak egy kiadványát, és hát sikerült, úgyhogy ebbe is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. Az a kis könyv, amit velük hoztam össze abban az évben, díjat kapott a Szép Könyv pályázaton. Sikeresen elindultam hát egy szerény vállalkozói pályán. Február 93. azonban ledöntött egy infarktus. Le kellett mondanom erről a munkáról, meg a cigarettáról is. Ettől kezdve pipáztam. Elhitettem magammal, hogy ez jobb, kevésbé káros. Pedig 4 év múlva csak egy műtét segítségével jutottam túl a terhelhetetlen állapotomon. Még 92 tavaszán kezdtem el a hivatalos munkát a Magyar Művészeti Akadémiával. Köszönöm szépen. Izgalommal fogadtam, amikor elnök úr azt mondta, hogy én celebráljam tovább az összejövetel, meglepett a kérése, és úgy gondolom, hogy megpróbálok nagyon tárgyszerűen segítségére lenni a társaságnak. Reprezentálni kell egy kor fennmaradt szellemiségét, annak maradéktalan hitelességét, testükben és lelkükben hordozva azt a lehetőséget, amelyre boldogabb kor, az utánuk jövő generáció építkezhet. Úgy hírlett, hogy ez egy komoly intézmény, köztestület lesz. Megakadt a folyamat a politikai természetű zsörtölődéseknél. Egyesületként, társadalmi szervezetként azonban lassan már 2 évtizede működik. Méltó közösségi szintere a vezető magyar értelmiségnek, de szintere az én mániákus közösségi munkálkodásomnak is. Az akadémia ugye szellemi atya, Makovecz Imre volt, de minden olyan operatív munka, ami szervezéssel, közreműködéssel, meggyőzéssel, sajtótájékoztatókkal, amikkel járt, azt már a Flórián végezte. Örülök, hogy az akadémia alapozott rá, és a kiváló művész emberek Kossuth díjjal, és nem tudom mi mindennel felvértezve. Nagyszerű írók, költők, színészek, építészek, zenészek és más mifajból lévő emberek abszolút egyenrangutásnak tekintették. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok én is a Magyar Művészeti Akadémia hivatalnokaként, szervezőjeként, aki ennek a kiállításnak a
gondozását vállalta, én már egy esztendeje. Ilyen értelemben azért azt hiszem, megszavazhatjuk azt, vagy nem tudom ennek mi a módja, Flóritán, hogy... Biztos, hogy szavazni kell, csak előbb egy szöveget kell pontosan megírni. Tehát az alapszabály módosító szöveget meg kell írni. Legalább annyi ötletet kaptak a művész emberek az akadémiai életében Flóriántól, a közművelőtől, mint amennyi instrukciót, vagy hát megoldandó feladatot kapott ő viszont. Benne van minden lehetőség, amiről szóltunk. Elfogadja el, köszönöm. És ami tetszett benne, hogy képes volt nemet mondani a mesternek, mert ez soknak nem ment, vagy nem akarta, ezekből aztán lettek problémák a Flórinál, nem ő, Kerek Ferenc megmondta, hogy ez így nem jó. És az Imre ragaszkodott hozzá, akkor a háta mögött megcsinálta. Majd utána az Imre azt mondta, hogy jól tetted, fiacskám. Az akadémikusok nagyon szerették és befogadták pillanatok alatt. Tehát én azt tudom mondani, amikor mindenki beszél a Magyar Művészeti Akadémiáról, hogy Makovec Imre, és akkor ilyen-olyan jelzők, a pozitív jelzők azok ugyanúgy vonatkoznak a Flórira is, mint az Imrére is. Tehát ez két embernek egy ilyen furcsa szimbiózisa. Makovec Imre elnök fűzne hozzászólást, hogy hozzáfűzni a szóbeli kérdés. Nem muszáj befejezni. Amikor te úgy tudsz valakivel beszélgetni, vagy érintkezni, hogy nem beszélgetsz vele. De ugyanarra gondoltok. Tehát amikor leülnek egymással szembe az emberek, és akkor, na de ez így nem megy. Ez az első mondat. A másiktól a másik mondat az, viszont akkor kéne egy egyesületet csinálni. Tehát menet közben beszélgetnek, és te csak ilyen, hogy mondjam, pont előtti mondatfoszlányokat tudsz összerakni. Jó, jó, de ennyi emberrel ez nem megy. De te nem tudod, hogy mi az, hogy mennyi az az ennyi, ők tudják. És órákig nem beszélnek. Szerintünk. Közben mindent megtárgyalnak. Közben elkészült az Akadémia Kecske utcai székháza, 96-ban felavattuk. Egészen biztos, hogy ha a zenészek összeülnének, a muzsikusok saját maguk ebben az ügyben tudnak valamilyen állást foglalni. Jöjjön ide! Valaki cseszik. Nagyon szeretném, ha hallanám, hogy jöjjön ide! Azt mondta, hogy szóljak, hogy mikor meg... Hát ez az, hogy hát hallottam! Ekkor ismertem meg Józsa Márton, nyugalmazott evangélikus lelkészt, akiről az egyik filmet is készítettem, és aki haláláig atyai jó barátom maradt. Amikor már eldőlt az, hogy kellene templomot építeni, bennem már a régi építkezéseknek a nyomán volt annyi prudencia, hogy tudtam, hogy nem akármilyen templomnak kell épülnie. Két gyönyörű szép fának meg kellett halnia ahhoz, hogy a templom felépüljön. Meghaltak a jegenyék, de tudtuk azt, hogy oltárnak kell készülnie, és akkor a jegenyének két szép ágát felhasználtuk kereszt készítésre. Van ember, akinek a számára a saját ügye a fontos. És van ember, akinek a közügy a fontos. 97 tavaszán aztán túlestem egy komoly szívműtéten. Mire úgy egy év múlva egyenesbe jöttem, megtalált egy újabb megbizatás, feladat is. 98 őszén Nemeskürti István felkért arra, hogy segítsek neki a milléniumi ünnepségek lebonyolításában.
Flóri volt ennek a kormánybiztosa is. Akkor volt az, hogy minden település kapjon zászlót, és a többi, és a többi, és a többi, és jártuk az országot propagálni ezt a tevékenységet, és az M5-ösön megyünk le, akkor még ilyen fizető kapuk voltak, amik azóta megszűntek. Flóri ott ül hátul, mögöttem, mellettem az Imre, állunk oda, és mondja Flóri így hátulról előre hajolva, hogy ezt most én fizetem. Nem jó van, és akkor megállok, és akkor számlát kérek, szólok ki a kisasszonynak, és a kisasszonynak beszél, hogy kinek lesz a számla? És akkor Flóri hátulról, nököm, ez már ott Szeged felé volt, erre a lány, jó, jó, ezt értem, de kinek lesz a számla? Flóri értetlenül, nököm, ez a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumnak valami speciális rövidítése, őzéssel, ami arra felé a nekemnek a... És hát értett a lány, hogy nekem lesz a számla, na de kinek, kit írjak rá? És akkor ott a fejem fölött ottan kajabáltak, hogy nököm, nököm, nököm. Gyakorlatilag az egészet ő menedzselte le, tehát a millenniumi kiadványokat, a millenniumi túrákat, a millenniumi zászlót, az események kronológiáját adtuk ki, amiben benne van minden kis falunak minden kis eseménye, és ezt az egészet a Flórián szerkesztette, és akkor kezdtem figyelni az ő precizitására, az ő fantasztikus tudására, a precisségére. Hihetetlen. Olyan szerkesztve kaptam meg az anyagot, hogy abból nem volt nehéz dolgozni. Hihetetlen munkát végzett az ország teljes bejárásába, ami az átlag ismeret szerint annyi, hogy el kell vinni egy ajándékzászlót Kiskunhalasra, vagy nem tudom, Karszakra, vagy Kisvárdára, de hát ez nem ezt jelenti, hanem azt a fantasztikus mennyiségű szervezést, nyomtatványkészítést, koncertet, sajtómunkát, ami ebben együtt járt, azt a Flórián végezte. Bebizonyosodott, hogy az önkéntesség, a helybeliség, a közösségi, községi, városi szuverenitás csodákra képes. Sikerült olyan országos mozgalmat teremtenünk, amit alig kellett néhány szép eseménnyel megfejelnünk ahhoz, hogy emlékezetes maradjon. Kutatni is elkezdtem. Írtam egy tanulmányt a rendszerváltás kulturális életéről, és megjelentettem egy füzetben több írásommal együtt. Óriási szerencse, hogy közben az akadémia biztonságos háttérré vált. Legalábbis szellemi értelemben, mert pénzt a kormánytól 2004 óta nem kérünk, és nem is fogadunk el. Anélkül, hogy ez a különös, hogy is mondja, a politikai elit, amely Magyarországon váltott gazdaság formájában vezeti az országot, amelyik nem veszi tudomásul, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának köztestületnek kéne lennie, és így módjával állna beleszólni a kulturális élet alapvető problémáiban és funkcióiban, automatikusan is, ha a politika nem is veszi tudomásul, de ezt a funkciót féllegálisan már is elkezdte, amennyiben ez az integrációs folyamat elindul. Az elindítása az akadémiának Flóri nevéhez nagyon-nagyon fűződik. Aki hűségesen és szívesen csinálja. Emlékszem azokra a tárgyalásokra, amikre különböző minisztériumokban és politikusokhoz és államvezetőkhöz jártunk elmondani a koncepciót, azt a koncepciót, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mintájára, szerkezeti mintájára, kompetencia mintájára, alaptörvényben való felhatalmazásának a mintájára megszülessék az akadémia, hogy mekkora szeretettel és időráfordítással és hozzáértéssel csináltuk a törvényt úgy, hogy Flóri már nem tudott beszélni. Kedves barátaim, tisztelt akadémikusok! Amióta megalakult ez a testület, azóta kérdezik tőlünk, hogy mit akarunk, miért is kell az akadémia. Imrével két félét szoktunk mondani. Az egyik válasz, hogy a legjelesebb magyar művészek legyenek megnevezve, legyenek személyesen is megbecsülve az akadémikussággal. A másik, hogy közösségé formálódva bele tudjanak szólni a közéletbe, hogy jelezni tudják a jövő érdekeit az oktatásban és mindenütt.
Ezeket a célokat sok-sok szép pillanat hitelesítette az elmúlt, ki sem merem mondani, 2 évtizedben. Azt remélem, hogy sok ilyen lesz ezután is. A mostani földrengés előtt, amikor egy csomó feladat hárul majd a tagokra is, figyelmetekbe ajánlom ezt az idézetet, Rossellinitől való egy sok-sok évvel ezelőtti interjúból. Az ember ma csak társadalomban tud élni, és nem közösségben. A társadalmat a törvények igazgatják, a közösséget a szeretet. Nekünk eddig az volt a dolgunk, hogy ne engedjünk ennek az erőnek, hogy a barátság és az együttműködés természetes erejére támaszkodjunk. Óriási dolog, hogy hétfőtől lesz törvény a köztestületről, de most is arra kérek mindenkit, hogy ne váljanak a szabályok rabjaivá. Mindenki próbáljon figyelni a megalkotásokra, de ne feledjétek, hogy közösséget csak a tisztelet és a szeretet tud teremteni. Jól gondoljatok meg minden lépést, mert most, amikor újjáépítitek, egyúttal meg is erősíthetitek ezt a közösséget, de el is veszíthetitek. Megismétlem, amit az előbb idéztem. A társadalmat a törvények igazgatják, a közösséget a szeretet. Több mint 15 éve szervezem ennek a közösségnek az életét, ami így már az én életművemnek is része. Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak, én uram, elnézel kis virágaik fölött. Kovács Judit édesapja kívánságára mondta el József Attila Isten című versét. Ő egy ilyen testamentumot hagyott hátra a gyerekeinek, hogy hogy bonyolítsanak egy csomó mindent, és azt kérte a gyerekeitől, hogy hívják meg ide a barátait az ő lakásába, akik nem tudták ezt az első pár hónapban, tehát egy 3/4 év vagy majdnem egy év eltelt, mikor elhívtak bennünket, és ott volt egy találkozó, ahol rá emlékeztünk. És mikor én utoljára voltam a Flórinál, akkor a számítógépének a képernyője, azok ilyen jelentős könyveken voltak, talán egy Hauser Arnold, akkor a Fukuyama Bizalom című könyve, amik szakirodalomban kulcs irodalomnak számítanak, és mondtam neki, hogy elég súlyos könyvekre teszette a képernyődet. És ez, amikor az utolsó, tehát amikor a család meghívott bennünket, akkor elmondta valamelyik gyerek, már nem tudom, hogy valamelyik fiú vagy a Jutka a lánya, hogy a Flórinak az volt az egyik utolsó kívánság, hogyha ide a barátai eljönnek, akkor válasszanak könyvet itt maguknak, és akkor én ezt a Bizalom című könyvet, ami egyébként ott van, még ezt választottam. Komoly mélyütés volt az akadémiának, no hát ha valami nem jellemző a magyar értelmiségre, hogy méltó utódot keressenek, és ebben még azt a kockázatot is vállalják, hogy esetleg az ő erényeik és érdemeik ettől egy kicsit halványabbak lesznek később. Kovács Flórián jó utódot keresett. Ő folyamatosan adta át nekem az információt. A szó legnemesebb értelmében volt nagyon komoly civil kurázsival megáldott ember egy olyan világban, ahol ezt a fajta alázatot, együttműködési készséget, ha kell határozottságot, és ha kell egyébként kockáztatni tudást is kellett vinnie szereplőként. Valójában az egész élete valami olyan közeget jelentett, mint egy patakmederben a víz, amelyet nem is teljesen érzékelsz, mint létező dolgot, de mindent átfolyt valahogy, és pont ez volt a lényének az egyik jellemzője, hogy
hogy ő volt az, aki hátán vitt dolgokat. Ő volt a fegyverhordozó Makovec mellett, és ami a megrendítő a kettejük csodálatos életművében, ami így a végére egy utcába ment össze, hogy 5 nap volt a 2 halál között. Az életét állandóan föláldozta mindenféle céloknak, tehát ő kereshetett volna rengeteg pénzt, hogyha vállalkozó lett volna, de ő azokat a pénzeket elengedte maga mellett. Nem vállalkozó volt, hanem egy szolga. Egy szolga volt, aki ezt a nemzetet, ezeket az itt élő embereket szolgálta. A kultúrának a fogalmát abban a hármas egységben tekintette, hogy a kultúra, az oktatás, nevelés, a tudomány és a művészetek hármasának az ideális egysége. Nagyon kevés helyen ideális ez az egység természetesen, de ő minden megnyilvánulásában azt a kultúra ezt a hármas egységes kultúra közvetítését vállalta közművelőként, amelyik a vidéket felhúzta Budapestre, a Budapestet nem levitte, hanem elvitte vidékre, amelyik a várost, a falut egységesnek teremtette, és az intellektuelt és az átlag embert az isteni küldetése tekintetében is azonosnak tekintette. Kovács Flórián a magyar közművelődésért élt. Tündér szép Ilona és Árgyélus. Volt egyszer egy király és annak 3 fia. Utolsó kérése volt már akkor, alig tudott beszélni, és mondta, hogy még egy nagy műtétre készül, jó eséllyel utána már nem fog tudni egyáltalán beszélni, és hogy szeretne a családjának fölvenni néhány mesét elmondani, és akkor a civil rádió stúdiójában tudtunk neki helyet adni, és akkor ott fölvette ezt valamilyen családi ajándéknak. Hip-hop, ott legyek, ahol én akarok. Legyek az apám várában. Azonnal oda repültek, egy szempillantás alatt. Árgyilus hatalmas király lett. Tündér szép Ilona, hatalmas tündér. Ha meg nem haltak, most is élnek.